A konferencia jelentőségét Ambrus Gyöngyi, Kis-Tokaj polgármestere a kapcsolatépítésben, az elmélet és gyakorlati ismeretek átadásában, valamint abban jelölte meg, hogy segítséget nyújtson az önkormányzat által elvégzett munkának, az elért eredményeknek a megismertetésében, mivel az önkormányzatok vezetői nem média szakemberek. Az eseményen Tóth Károly, a MÜOSZ elnöke az önkormányzati kommunikációban a gyorsaságot és a hatékonyságot emelte ki, és arra biztatta a polgármestereket, hogy használják bátran a sajtót az üzeneteik közvetítésére. Kleer László, a MÜOSZ elnökségi tagja, az önkormányzati lapok feladatai között említette a helyi hírek információ közlését, a tudósításokat, a közéleti eseményekről, a településen lakók identitástudatának az erősítését és a dokumentációt a következő nemzedékek számára. Az előadó hangsúlyozta, hogy a jól működő demokráciában a sajtó a helyi hatalom egyik legfontosabb kontrollja. Hazánkban azonban jelen van a cenzúra, a szerkesztőnek pedig nem könnyű megtalálni az egyensúlyt saját szakmai meggyőződése és a lap kiadását finanszírozó politikai vagy gazdasági erőhöz való lojalitás, valamint az objektivitás között. A megújuló energiáknak, köztük a geotermikusnak számos vonzó tulajdonsága van, ám ahhoz, hogy ezek a lakosság és az önkormányzatok számára is nyilvánvalóvá váljanak, megfelelő kommunikációra van szükség, állapította meg Garamvölgyi Attila, a Geonort Cluster menedzsere. A klaszter tagjai ennek érdekében honlapot üzemeltetnek, közös sajtótájékoztatókat, konferenciákat tartanak, és a jövőben egységes marketing és média stratégiát dolgoznak ki. Kis László, az Észak-Magyarország főszerkesztője szerint a kereskedelmi lap üzleti alapon működik, a kiadó bevételének a 75%-a az előfizetési díjakból származik, és csupán 25%-ot képvisel a hirdetésekből történő befizetés. Az előadó megemlítette, hogy az utóbbi esetében a közpénzből finanszírozott helyi lapok a piacon konkurenciaként jelentkezik. A főszerkesztő véleménye szerint ezt a helyzetet az államnak jogilag kellene szabályoznia, majd megjegyezte, Magyarországon a sajtó süllyedő ágazat. Sárkány László televíziónk főszerkesztője bemutatta, miként lett a korábban csupán szerencsén látható tévécsatornából már a 43 településen műsorait 5000 előfizetővel rendelkező kereskedelmi műsorszolgáltató, amely folyamatosan nyomon követi és bemutatja a környéken történő jelentősebb eseményeket. Az előadó az utóbbi években a médiapiacon bekövetkezett változások között említette az új törvényi szabályozást, a közmédiumok átalakítását, amely körzeti televíziók és rádiók megszüntetését eredményezte, a helyi sajtót önkormányzati koncentrációját, ami egyúttal a közpénzből történő finanszírozást is jelenti. Ladányi Gabriella, a hatos csatorna szerkesztője mutatta be a 3 éve indult és jelenleg 600 ezer háztartásban látható körzeti közösségi televíziót, amely vegyes műsor kínálatával szeretné bővíteni a vételkörzetét. A polgármester tapasztalata szerint az elmúlt években átalakult a lakosság magatartása, a sajtó bulvárosodása tapasztalható, miközben szükséges bemutatni a lakosságnak a különböző előnyöket és hátrányokat. Egyre inkább feszültebb a világ, egyre inkább feszültebb a szűkebb és a tágabb közösség, és ezeket a konfliktus helyzeteket gyakorlatilag a kommunikáción keresztül kell valamilyen formában a polgármesternek, az önkormányzatnak rendezni, és ha nincs felkészülve, ha nincsenek meg az eszközök, nincsenek meg ezek a csatornák, akkor bizony ez nagyon-nagyon komolyan generálódhat, és onnantól kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerül maga a vezetés és a döntéshozók, de a település is, hiszen feszültségek vannak, és ott nyilván ezeknek a kivezetése, megoldása, ha generálódik a probléma, akkor sokszor már lehetetlen. Nagyobb településeken rendelkezésre áll többféle fajta médium, az elektronikustól az írott sajtón át, azonban a kisebb települések tulajdonképpen ebben is majdnem hogy magukra maradtak. Mi lehet ebből a kisebb településeken lévő polgármestereknek a kivezető út? Egyrészt nyilván az, hogyha a helyi csatornákat megtalálja, tehát valamilyen formában azért a piacon és a köztereken kívül is igyekszik összefoglalni a munkájának a körülményeit, eredményeit, problémáit. A másik pedig az, hogy térségben is lehet gondolkodni. Vannak olyan médiumok, amelyek térségi szolgáltatást nyújtanak, oda valamilyen formában bele kell kerüljön ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudja osztani a közönséggel, illetve tájékoztatni tudja őket, és ez, ha ő aktív, akkor biztos vagyok benne, hogy szerencsésen alakulhat. Amennyiben nem foglalkozik vele, akkor megint abban a helyzetbe kerülhet, hogy
sajnos problémák generálódnak, feszültségek keletkeznek, nem kezelődik, és utána pedig az egyértelműen vezethet a polgármesteri pozíció elvesztésével egy választáson. Az előttünk álló esztendő a választások éve lesz, hiszen 2014-ben országgyűlési képviselői, európai parlamenti és helyhatósági választások lesznek. Várhatóan felértékelődik majd a helyi sajtó szerepe a különböző szervezetek, politikai pártok és jelöltek üzeneteinek továbbításában, a programok bemutatásában. Fontos, hogy a szerkesztők szakmai felkészültséggel a kiegyensúlyozott tájékoztatás feltételeinek a biztosításával szolgálják az újságolvasóit, a televízió nézőit és a rádióhallgatóit. Várhatóan az elkövetkezendő időszakban tovább erősödik majd az internet szerepe a közvélemény formálásában, hiszen a napjainkban itt érvényesül a legjobban a média szabadsága, és nehezebben érvényesíthető a cenzúra, ami pedig üldözendő bűncselekmény.